Szabadnapos rendőr riasztotta a kollégáit kedden este azért, mert Káló Semjéni háza felett alacsonyan szálló repülőgépet észlelt. A megyei rendőrkapitányság tevékenység irányítási központja azonnal a helyszíre irányította a nagykálói rendőröket, a gépet egy mezőgazdasági területen találták meg. Ezeket a felvételeket a rendőrök készítették, az utasok sietve távozhattak a nem túl komfortos an repülőgépről, a hatóság jelentős erőkkel, nyomkövető szolgálati kutyák és hőkamerák segítségével terepkutatás végzett, ellenőrizték a környező útvonalakat és a közlekedési eszközöket. A Nyíregyházi repülőtér munkatársai szedik szét a repülőt, az utasokat a rendőrök elkapták, a pilótát egyelőre keresik. 11 szemét fogott el a rendőrség, a vietnámi és az afgán állampolgárok illegálisan érkeztek Magyarországra. A szabolcs már bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatósága az ügyben embercsempészés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, amelynek keretében továbbra is nagy erőkkel keressük a repülőgép pilótáját, illetve személyzetét. A repülőgép ukrán lajstrom élet visel, az, hogy hová lett a pilóta, és miért mondta Kálló Káló Semjéni szántóföldet választotta leszálló pályának, egyelőre nem tudni. Az biztos, hogy a fagyott földön probléma nélkül tudta letenni a kisgépet. A Blick kiderítette, hogy az ankettes típusú repülőkorábban az ukrán légitársaság tulajdona volt, három éve vette meg egy magánszemély. A gép szétszerelése legalább egy napos munka. A rendőrség azt lefoglalta, és bűnjelként a nyíregyházi repülőtérre szállították. A 11 elfogadt migráns közül csak egy-két a többi utast kiutasították. A a egy részét a mögöttem látható templomkerben fogták el, nem mindenki irbújt el azonban, voltak, akiket a helyközi buszon fogtak el a rendőrök.